2023-ban a járda és útfelújításokra szeretne nagy hangsúlyt fektetni Tiszadob önkormányzata. Erre egy 10 millió forintos támogatást már biztosan elnyertek, és várják, hogy döntés szülessen a 20 millió forintos belügyminisztériumi pályázatról. Ezt szintén járdafelújításra szeretnék fordítani. Az autóval és kerékpárral közlekedőkre is gondolnak. Három forgalmas útszakasz felújítása van tervben, amelyhez 41 millió forintos támogatásra lenne szükség. Az útfelújítások sora azonban már 2022-ben elkezdődött. Volt egy közel 22 millió forintos útpályázatunk, amit a márciusi ideg miatt csak áprilisban tudtunk megkezdeni az idén, de sikerrel befejeztük településnek. Két forgalmas útszakaszát érintette ez a pályázat. Az egyik az egy központilag épített és megújult kondiparkhoz irányított útpályázat volt, a másik pedig van nekünk egy úgynevezett névtelen útunk, ahol rákötő utak vannak, és ezt aszfaltoztuk, ez egy sikeres pályázat volt. Aztán ugyanebben az időszakban saját erőből temetőhöz vezető utat is felújítottuk, végső soron ugyanakkor, de azt saját pénzből, tehát ez nem pályázati forrásból. Mindezek mellett a település ellátáshoz szükséges munkagépeket, kézi szerszámokat is tudtak vásárolni. Nagy jelentőségű 54 millió forintos pályázat volt a bölcsőde kialakítása. Egy épület felújítást tette lehetővé, hogy létrehozzák a 8 férőhelyes bölcsődét. Ennek műszaki átadása októberben megtörtént, a használatba vételi engedély megkérése folyamatban van, a tervek szerint tavasszal vehetik majd birtokba a gyerekek az épületet. Ez legalább annyira időszerű, mint a társulásban megvalósított turisztikai pályázat volt. A több mint 700 millió forintos csomagból Tiszadobra 64 millió forint jutott. Tulajdonképpen Tiszadobnak van egy úgynevezett holtiszája, ez a falut fél körébe öleli át, és ugye ennek a holtiszai résznek van egy úgynevezett szabadstrand része is, és a szabadstrand részéhez, tehát ugye szabadstrandhoz közel gyakorlatilag rátelepülve volt egy telk az önkormányzatnak, ezen a telken volt egy pici kommunális helység, ami tulajdonképpen működött a strandhoz. Ehhez a strandhoz építettünk egy közösségi házat parkolókkal, tehát hogy a ide látogató, meg a település lakó is arra megy a strandra, akkor ezekbe a parkolókba tud parkolni. És van nekünk egy csodálatos helytörténelmi gyűjtemények háza, amit egy nagyon régi iskolából alakítottunk, először is saját erőből hát. Ez a helytörténelmi gyűjtemények háza az működött, de hát ugye valamikor közmunkásokkal hoztuk létre, ami abszolút pozitív érték, mert egy elavuló félbe lévő régi iskola épületet újítottunk fel annak idején. Hát erre az épületre egy hatalmas tatarozás, felújítás rászolgált, és a másik nagy része a pályázatnak, ennek a turisztikai pályázatnak, ennek a helytörténelmi gyűjtemények házának a felújítása volt. A fejlesztési csomag harmadik része közel 13 millió forint pedig arra szolgált, hogy a fiatalok sportolási lehetőségeit bővítsék. Sárkányhajót, csónakokat és mentő mellényeket vásárolt az önkormányzat, amelyet 2022 nyarán már használatba is vehettek a helyiek és az ide érkező turisták. Egy természetfotós madárlest is kialakítottak a tiszadobi ártér természetvédelmi területén. A detektív üveges vízi madárlest elsősorban a környezeti nevelés, oktatás és a gyerektáborok céljára készült.